A magyar kanizsai Jován Jovánovics Máj általános iskolában sok olyan elsős gyerek van, aki rossz családi körülmények között él. Ennek ellenére aktívan részt vesznek az iskola életében. A Destinus ifjúsági szervezet nekik szeretne segíteni, ezért jótékonysági esten gyűjt adományokat. Az országban is nagyon-nagyon sok rászoruló gyermek van. Szóval gondolkodás nélkül rábólintottunk arra, hogy nekünk ezt meg kellene csinálni. Nem tudjuk pontosan, hogy kik a rászoruló gyermekek. Mi kaptunk egy listát, egy statisztikai adatot, de az alapján mi nem sok mindent látunk. Így a Magyar Kanizsai Máj Általános Iskola titkárságának a segítségét fogjuk kérni, hogy közös erővel ki tudjuk választani a ténylegesen rászoruló gyermekeket. Az esemény december 16-án este a Magyar Kanizsai Old Tisza pubban lesz megtartva. Az esten két lemezlovas lép majd fel. Az egyikőjük Bödő Róbert, azaz DJ Noise, aki fontosnak tartotta, hogy részt vegyen a jótékonysági akcióban. És most az első alkalom, hogy megkerestek, hogyha szerveznének ilyet, akkor benne lennék, és én gondolkodás nélkül igent mondtam. A szegény sorsú gyerekek étkeztetését médiaházunk is fontosnak tartja, ezért a rendezvény média támogatója a Pannon RTV.